Már dolgoznak a gépek Siógárd főutcáján, a járda felújításán. Az innen néhány méterre található út helyreállítását pedig nem régen fejezték be a szakemberek. Itt a járvány ellenére sem álltak le a fejlesztések. A beruházásokra a Magyar Falu Program részeként került sor. Olyan fejlődésnek vagyunk szerintem a program miatt szemtanúi, ami az elmúlt jó pár tíz évben sose volt még. De nem csak itt, a település más részein is zajlottak az elmúlt időszakban fejlesztések a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Idén pedig újabb beruházások valósulhatnak meg. Hamarosan felújíthatják ugyanis a focipálya melletti közösségi házat, és fejleszthetik a játszóteret. Sőt, Gerő Attila, Siógárd polgármestere azt mondja, a fejlesztések mellett a járványhelyzet enyhülésének köszönhetően idénre már programokat is mernek szervezni. Hál' Istennek, hogy a szabályok enyhültek az 5 milliómadik beoltott után. Ez már lehetőséget ad az, hogy végre közösségi programok is legyenek. Ezt szerintem mindenki nagyon várta, nem csak mi, hanem szerintem az egész ország. Június 26 szombatja halászléfőző fesztivál. Ugye ez tavaly elmaradt, így egy év kimaradt a 26 éve már töretlenül menő programunkból. Idén viszont újra megtartják majd tehát a falu legfontosabb rendezvényét, és a fejlesztések is folytatódnak.